Sziasztok! Én Veszettkutya vagyok, és itt vagyunk egy újabb videóban. Ebben a videóban Classic Challenge-et fogunk menni, mégpedig All Legendary kárdokkal. Ezzel a deckkel fogunk játszani, csak előtte vegyük fel a shopból ezt a Silver Chest-et. Nem lesz meg semmi. Jó, a princess. Nem veszem meg szerintem, de ezen meg elgondolkozok. Ezt is felvesszük. 4 darab pack. Hát ez nem rossz, nem rossz. Ennek örülök. Egy ilyen free chest. Akkor nem vették ki teljesen, úgy látom, a free chesteket a játékból, hanem berakták questnek. Na, akkor mégsem vették ki teljesen akkor ezeket a free chesteket. Ennek én nagyon örülök, mert szerettem őket. Én annak is örülnék, hogyha alapból 4 óránként még fel lehetne venni ezeket, de úgy nézem, hogy lehet, 4 óra múlva lehetek fel még egyet. Na jó, ezeket a questeket egyébként jól lenne teljesíteni most már. Majd teljesítem, és akkor kapunk egy golden chestet, utána meglátjuk, hogy mit kapunk legközelebb. Na hát akkor kezdjük is. Classic challenge. Ezt is megváltoztatták, ez így jobban néz ki nekem sokkal, és ez is sokkal jobb. Na, menjünk. Gyerünk. Sok sikert. BooGamer 12-vel játszok a Clash Elite Clanból. Egyébként ezt a decket még egyáltalán egy meccsben sem próbáltam ki, vagy legalábbis nem emlékszek rá. Lehet, hogy régebben már raktam összehasonló, de szerintem egyébként nem. Tehát lehet, hogy egy bénán fogok vele játszani, kettő meg lehet, hogy nagyon-nagyon rossz deck. Jaj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 
Ha mindegy. Tudom, az kár mi a vajon? Ez érdekes. Előre nekem ez nyerésnek tűnik. De persze ennek nem megyünk semmit előre, mert innen még simán el lehet bukni. 2-0-ról is sokszor bukok. Jó, nem sokszor, de van bőven olyan, hogy volt már bőven ebben a részem, hogy 2-0-ról bukjak el egy meccset. Például a gólem Nightwitch-es deck ellen, van egy ilyen deck, vagy egy ilyen fajta deck, amiben gólem Nightwitch, Elixir Collector van, és ezen a deck ellen nem egyszer buktam már 2-0-ról. Mondjuk jó azért, mert ugye az Elixir Collector első Double Elixirben nagyon-nagyon durva. Tehát ezt igen, azt nem szabad hagyni, szerintem kilépett, vagy nem tudom mi van. Na mindegy. Hát ez biztos, hogy kilépett. Vége. Ez elején jól játszott. Elég jó puszt rakott össze. Mondjuk lehet, hogy már akkor is szakadozott a nete, nem tudom. De hát az a lényeg, hogy egy bilünk van. Hammerboy a Holland Clanból. Biztos Holland, meg jelen is Holland. Egyébként szerintem holnap, vagy nem biztos, a videót is biztos nem holnap rakom fel, de holnap lehet, hogy csinálok egy olyan videót, amiben kipróbálom ezt a új challenge-et, ezt a 2v2 Touchdown Elite challenge-et, mert nekem 100 gemére szerintem én kipróbálom, nem szoktam annyira sokszor költeni ilyen challenge-ekre, ha most akkor ezt szerintem megpróbálom ezt, és akkor nem ígérem biztosra, de körülbelül 90%-ig ezt meg fogom csinálni, és fel is rakom. Hát szerintem meg vége. Nem sokat csinált itt az ellenfél. És még nem. Vagy nem megvernem akkor lenni. Mondjuk azt a 115 HP-t már egy gyaloggal, meg egy minerrel jó esélyen leviszem, ha a miner egyet már beleüt.
Vagy két csapásra leviszi a minor-on? Ez a teszt. Ezt nem tudom, és nem fogja levinni. Ó, három csapás volt. Jó, kettő, win, nulla loss. Egyelőre jól állunk. És mind a kettő sweep round-os win volt. Na go! Kóló a Lost Road Clash Royale Clubból. Vagy CR, azt gondolom, hogy az nem, nem, vagy az is lehet, hogy Cristiano Ronaldo. Lehet, hogy foci rajongóval van dolgunk. A James Carton, ha nagyon tetszik. Az már ott robbanni fog. Na, azt elég járatottam. Na, akkor még el is egy kis szorakot. Ah, éppen csak nem érje az elektről. Jó. Na, viszont két helyen is egészen jól állunk, de két várnál is. Itt ez már szerintem meg is lesz hamarosan, az pedig feltámadunk most. Ez is lesz itt. Jó, ez a vár, ez a tor, hogy ez megvan. Jó, mondjuk ott a Night of Champions-ek és a Mayfair-ok is mi lesz, igen. Bízok benne, hogy leszedik? Nem, nem biztos, de leszedik, oké. Okay. Jaj, közben full elixir-re vagyunk. Egyébként ez a push, hogy miner bennit az eddig nekem jónak tűnik, bár nem egyszer csináltam, azt is egészen jól bejött. Na, meg a Night-ot mutassuk meg neki. Jó. Selectorra kell. Ó, oh, Princess a Miner. Oké, az is volt, nincs válasz mindjárt, szerintem. Nem, nem biztos, nem lesz az. Na, még okozhat meglepetéseket. A játékos elég jól játszik szerintem, vagy nem játszik rosszul. Annyira nem mondanám, hogy nagyon jól játszott, de nem játszott rosszul. És akkor szerintem ez kell... Nem, egy lesz, igen. 1-0 lesz szerintem. És igen. Jó, nem talált volna előállat. Na, háromnál járunk, három gindja. Szóval, hogy áll a Clanshost? 7 per 10-es. Na, lesz a 10 per 10. Pain-nel játszunk valami kettő clownból, aztán valami ilyen... Nem tudom, ez milyen írás lenne. Ez a push is bejött már egyszer, most az előbb. Előző előttiben, azt hiszem, akkor veszem, hogy is kerül. Ah! Jó, oké. Okay. Jó, is került. Így. Lerakadtam vele már, mert most már mindegy. Na, én támadja. Egyébként ez a deck nem tűnik rossznak, ez az a legendaris deck. Végülis 4 minden járunk, hogyha ezt megnyerjük, hogyha nem elmeszítjük, akkor is 3-1 az állás. De azt az elektet, azt nagyon rosszul raktam le. Basszus.
Uff, ezt nem beállítottam. Azt majd megnézem, hogy ez milyen arénás, mert nem annyira fel, nem biztos, hogy annyira jól játszik, de ő is megizzaszthat még. Nem úgy láttam, hogy ez a Prince az hamarabb ütötte meg a Mega Knight-ot, mint ahogy leesett már a levegőben, mert én úgy láttam. Na mindegy. Ezt egyébként, hogyha ez így van, ezt meg fogom nézni a videó után, akkor erről csinálni fogok, vagy egy ilyen rövid videóban benne lesz ez, vagy a legszebb jump, vagy a legszebb pillanatos részt, mert ez így elég érdekes volt szerintem. Na, figyelj, van még egyszer. Hamarabb üti meg, mint ahogy leesik, vagy leugrik. Ez elég érdekes. Na, itt egy pusztal indítunk. Viszont a végén sajnos. És most már nem lesz meg az végén. Sajnos. Most lenne egy rakétám, az jó lenne, és hamarabb. Ó! És 2 HP! 2 HP! Mindegy, nem annyira nagy baj. Na. Meg lesz az 5 speedos sorozatban. Ahhoz képest, hogy All Legendary deck, szerintem nagyon jó ahhoz képest. Tehát, hogyha All Legendary deckkel akartok menni, vagy erről csináltok akár ti is egy videót, vagy ilyenek, akkor szerintem ezt próbáljátok ki, mert nekem eddig eléggé bejött. Viszont ez a két maszkíter az ott nem lesz jó, de mondjuk egy vár, de én már levittem. Igen. Mivel a Prince-re, hogy védekezzek, Ah, jó. Itt nagyon rosszul csináltam, ezt nagyon rosszul csináltam. Jobban áll most, mint mi. De hogyha meg tudnánk tartani mindkét várat, akkor az egyébként nagyon idegesítő szerintem, hogyha jobban állsz, mint az ellenfél, hogy összességében többet sebeztél a váraiból, és egyik várat sem tudod lenyomni, az engem nagyon-nagyon idegesít. Mondjuk nem biztos, hogy megtudom, szerintem nem fogom tudni megvédeni ezt a két várat, mindkettőt, de jó eséllyel egyiket sem lehet. Inkább talán lehet, hogy könnyebb lesz lenyomni ezt a várat, de nem biztos. Két helyen távol egyszerre, ez így. Nagyon egyet védjünk meg. Az a baj, abból is levitt elég sokat. Na, abból elég sokat levittem abból a várból most. Jó, megvittem a Princess-t. Na itt most támadunk rendesen. Szerintem ez döntetlen lesz, vagy valamelyikünk lehámozza a másikat, mert szerintem én a fogom tudni rombolni ezt az egy várat. Mindig meghatjuk. Oké, megvan. Elég jó meccs. Ó, annak a maga megvan annyi. Sár, nálam pedig jó. Indítás lehetett volna kell. Lehet, hogy lenne megvédeni
a maradék életét a labdák, és nem támadni, de mindegy megálltuk. Aja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 j
Jó, jó védekezünk. Mert ebből van, de győzelem nem lesz szerintem. De vereség az könnyen lehet még, de... Ah. Hú, ezt elég összeültem. Hát így könnyen felmerülhetek bennetek az a kérdés, hogy az ott vált. Mi volt? HP? Ez halál. Lesz, de van nagyon durva. Előrakta, ne? Vége. Peróval lesz, hogy itt. Még a vizet hamarabb odaig. Ez jó meccs volt, és jól is játszott. Mindegy, a 4-ben egy lósz, az nem olyan rossz. 3200 kupas, és olyan mennyi volt. 1900 kupa. Ahhoz képest nem játszott rosszul, lehet ő kis karrierhez. Nem a becseket le kell szedni. Jó, túlélte. Melyik oldalon lesz még a pushát? Nem jobb oldalon, jobban fogunk állni, és jól. Felfedte volna jobban, és jól hagyom. Na, már is mondanám, hogy mindkét oldalon támadok. Éppen csak előtt a dolog. Most jól kell az elixir. Másfél perc, és jobban állok, mint ő. Többet sebeztem le, de viszont ő annál már jobban áll, mint összességében jön a már. Vagyis hát, mint én bármelyik másik kettőnél, de összességében jobban állok. A becseket gyorsan leszedjük. És nem a becceket sebzi. Ez elég szerencsétlenül jött ki. HP. Egyet csak le tudunk támaszadni majd, legalább egyet. Most találtam mind a kettőt. Jó, szedjük le az egyiket most már. Azt mondom, már nagyon kell. Jaj. Szerintem nem lesz meg egyébként, lehet, hogy nem tudom leszedni. Nem fog sikerülni, ne. Vége. Vesztettünk. Nem sokon múlt, jobban álltunk összességében. Ha még tartott volna egy kicsit, szerintem megnyertük volna, mert mind a kettőt leszettünk volna.
Na, mindegy. Na, 50-ig jussunk el legalább. Ahhoz képest, hogy All Legendary szerintem én meg vagyok vele elégedve, és szerintem elég jó deck még így is. Nyilván nem tud mindent counterolni, és nem tud mindenki ellen jól támadni, eredményesen támadni, de szerintem nem volt eddig egyáltalán rossz deck. Meg vagyok vele elégedve. És meg a night. Ne! Új, viszont másik oldalon pedig egy night, pedig lesz a mindjárt félvárunkat. Lesz ott a felét. Majdnem a felét. Na, sokkal jobban áll legyen előre. Na most már egy jó pust indítani. Mondjuk háromszor egymás után veszíteni, az nem túl jó dolog. De meg egyelőre. És vesztés szaga van. Ne, hamarabb kellett volna. Egyszerűen most nem megy. Az elején jól ment. Ez a dolog az mehetett volna oda nyugodtan. Jaj, majdnem. Egy várnak már majdnem annyi, és a másiknál is felét már leszett a HP-ra. Nem hiszem el. Nem nagyon tudok egyelőre valamit csinálni. Ha egy várat leszennénk, akkor még azt mondom, hogy lenne esély. Egyelőre nem nagyon tudom leszenni egymást sem. Na, király, yes. Hát ez nehéz meccs lesz. És ne, gólem. Jó, hogy meg a night az ott, jó. Csak azon, hogy a becceket le kéne szedni valamivel. Jó, hogy lesz egy Na. Egy erős push még lehet akár. És akkor... Meg a night. Nem szeretem, ha meg a night-tel vannak ellenem. Jó kártya nagyon egyébként. Bár hogyha megfelelő counter kártyáid vannak hozzá, akkor vagy ellene, akkor nem, akkor tudod jó hatást tanítani, de nekünk ez annyira nem jött össze. De ez hanyos arénás volt olyan. Utána mindenki gondjuk a chestet. 3800 kapalha. Hát az ott körül van, mint én. Jól játszott. Na, akkor nyissuk ki a chestet. Hát, 4 win után 3 loss. Annyira nem rossz arány, de azért kicsit jobban szerettem volna már 4 win, 4 sorozatos win után, de nem baj. Hát akkor ebből lesz szerintem holnap után egy videó, legalábbis szerintem holnap után fogom felrakni. Ez a videó ennyi is lett volna, hogyha tetszett, akkor dobj egy lájkot, és hogyha nem szeretnél lemaradni egyetlen egy videóról sem, akkor iratkozz fel. Én ennyi lettem volna mára, sziasztok!